területében vagyunk, ahol is nem sokára megnyílik Szemadám György 75. születésnapjához kapcsolódó egyéni kiállítás. Pályájára az jellemző, ami tulajdonképpen mindannyiunknak egy vágya, hogy az a kötetlenség, az a személyes alkotói szabadság megmaradjon, mert nagyjából kétféle út van, ami persze így önmagában nem igaz, de azért mégis sarkosan fogalmazva mégis igaz lehet, hogy van, kialakítja valaki korán a saját stílusát, és akkor élete végéig azt csinálja, hiszen ezt várják el tőle, ő is ebben már otthon van, és sokszorosítja a munkáit, legyenek azok akár egyedi munkák, illetve az, amikor szinte mindegyik tárgynál valami másba fog. Ez egyfajta kísérletezés, egy kockázat, vállalás, de hát az egészben ez az élmény, ez a játék és ez a jó. Hölgyeim és uraim, egy 20. századi argentin zeneszerző Jorge Morell szonatinájával köszöntötte édesapját és önöket, Szemadám Tamás. Köszönjük szépen, kedves Tamás, és sok sikert kívánunk további pályádon! És most arra kérem önöket, hogy a második tapssal köszöntsük a kiállító művészt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, a Munkácsi díjas, kiváló és érdemes művészt, Szemadám Györgyöt. És most arra kérem Stefanovics Péter tagozatvezető urat, hogy köszöntse önöket. A művészet akármilyen jól vagy rosszul csinálja valaki, a lelket táplálja az Isten szerelmére. Énekeljük hát a tus alatt. Táncoljunk a rádió mellett. Meséljünk történeteket. Írjunk verset. Akár rossz verset is a barátainknak. Csináljuk olyan jól, amilyen jól csak tudjuk. Csodálatos jutalomban lesz részünk. Alkotni fogunk valamit. Kurt Vonnegut. Ezek után csak azzal köszönhetem Szemadám Györgyöt, hogy tartsa meg energiáit, karcos hangját, legyen vad, ahogy a múlt vasárnap a Szent Anna templom orgonistája tette, végigjátszott a misét illő módon kísérve a kórust, nagyon jó szopránt, de a végén eleresztette a kutyákat. Olyan Bach fugát játszott teljes hangerővel, ami földhöz vágott mindenkit. Isten éltessen, Gyuri! Tisztelettel kérem a mikrofonhoz Vári Fábián László költőt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, az irodalmi tagozat vezetőjét. A madáristen fia. Harmadfű csikó koromban egyszer, a turáni síkon vagy Pohjolában, az enyémtől elkódorogva, rejtelmes vizekre vitt a lábam. A napkorong már ereszkedőben vörösből visszaváltott ezüstre, a tótest tán ettől megborzongott, megemelkedett sötétlő tükre. Egy felszálló madár zúzta széjjel nyugalmát. Felhőnyi volt szárnya, az eget illendőn megkerülte, és ránehezült az alkonyló tájra. Nyomában suhogó kék nyalábok, vörös lidércek keletkeztek. Szeme átható reflektorában a démonok láthatókká lettek. Szeretettel kérem a mikrofonhoz Szegő György urat, a Műcsarnok művészeti igazgatóját. Méltassa és nyissa meg a kiállítást. Az ornitológia Szemadám egyik fontos tudományterülete lett. Újabb kettősséget szeretnék bemutatni, Gyuri, mint a régi nagy felfedezők, dokumentálja is madarait. Részben természettudományos kíváncsiságból is, de teszi ezt földi ember létén gondolkodva,
hogy éteri magasságokba röpítse madaraival az emberi szelleme. Most a literatúra felül is nézve Szemadám művészetét, érdeklődése, műfaji kalandvágya, írói teljesítménye mögött ott rajlik a romantika, stílusa festészetében pedig a szimbolizmus önfeláldozó hevülete, érzéki tapasztalás, tehetség, elszántság és kitartás munkálinkább. Most pedig szeretnék gratulálni neked és kurátorodnak, Marinak, és ünnepélyesen megnyitom a kiállítást. A kiállítás címe, a Quod Libet, az többféleképpen értelmezhető. Ez egy olyasfajta összeállítás, aminek a darabjai vagy a legkedvesebbek, vagy pedig egy ad-hoc összeállítás, ahogy tetszik. Sokféleképpen lehet közelíteni, a zenében megvan az értelme. Nem találtam más ötletet arra, hogy többféle anyagot rakok itt ki egymás mellé. Engem hivatalos helyről, úgy mint főiskola, vagy bármiféle hivatalos hely, soha nem támogattak, mondhatni próbáltak letörni a szarvamat. Olyan emberek támogattak és hittek bennem, ebben most csak a halottakat olvashatja, de akik itt vannak, azok most adják jelét annak, hogy mellettem állnak.